Ugye szerdán este beköszönt Pászak ünnepe, az azt jelenti, hogy Tóré parancsol szerint, ugye beszéltünk róla, hogy 8 napon keresztül Tóré tilalom, hogy nem eszünk semmiféle olyan dolgot, amelyik kovászosat tartalmaz, ami értelemszerűen nem kovászos uborkáról van szó, hanem minden olyan dologról, amelyik opcionálisan kovászosat tartalmazhat. És ennek a halakhája borzasztó fontos, hiszen olyan parancsolatok vannak róla, tehát tényleg a kivonásra emlékeztet bennünket, és sokszor beszéltünk már erről az elmúlt hetekben, hogy ez identitásbeli kérdés, rengeteg tevőlegesség van, mert tehát a zsidóság ennek a megtartását különösen fontosnak tekinti, mert nem elég elhiszem a történelmet, elmesem a történetlen, rengeteg teszek érte, és tényleg bővítik a halakháját egyfolytában, meg finomítják, de ennek a kötődésnek ugye az egyik szimbóluma, hogy a minden ünnepnek meg olvasmánya Szentírásból, ennek a olvasmánya az énekek éneke, mert azt a szerelmet, amit Izrael érzett az Isten iránt, Isten érett Izrael iránt, ez a kapcsolódást, az a könyv ír a legszebben, és ez a szerelem, amelyik egymás után vágyakozás, zsidó nép vágyakozott Istenre, Isten zsidó népre, és ez a találkozás emiatt jött létre a szabadulás, a Szentföld, és a többi. Tehát ezzel akarták jelezni azt, hogy ezt a szombaton elolvassák ezt a könyvet, magánolvasmányt, tehát nem fölvassák, nem otthon, hogy egy kicsit érezzük a feelingjét az ünnepnek. És valami lesz mindjárt szó erről egy picit, amikor beszél a kóserságról, hogy nem elég megtartom, előtte vannak különböző törvények is, amit meg kell tennünk. Ugye szeretném itt kihangsúlyozni nagyon-nagyon azt, hogy itt egy kis képünk. Ugye itt vagyunk most vasárnap, itt van erre Pészák, tehát szerdán este köszönt be Pészák ünnepe, kedd este már takarítunk egyet napnyugta után, ugye összeszedjük a morzsákat, összetakarítgatjuk, keresni kell a micva, a keresés. Tehát az, hogy keresni kell, áldást kell rá mondani, ábdikát hamec, vagy más, az, hogy álbiú van, két verzió, álbiú hamec, vagy budikát hamec. Tehát keresés, a megsemmisítés, az fontos lesz majd. Tehát itt kedden este nagy nyugta után, halaká szerint, balázsok szerint egy, nem kell a lakást fölgyújtani, de budikát hamec, nézzük, hát a jó kis képet fogunk látni róla. Igen, látszik tök jól, hogy összesöprik a homecokat egy általában tolseprűvel, tollal, mert az el lehet majd égetni a későbbiekben mindenhonnan, gyertyafénynél kell csinálni, látjuk a képeken, a gyereket próbálja bevonni mindenféle játékokat, tehát itt látjuk, hogy ilyen megszámozó darabokat raktak. Ugye ez a kereső szett van hozzá egy gyertya, mert gyertyafényeket keresni. A misna korában gyertyánál ugye fényeket keresni, értelemszerűen van egy zacskó összegyűjtőm, amely összekapargattam, amely felszedem, és van 10 darab előre megszámozott kenyérdarabka, amit ezek szerint, mint látjátok, be kell csomagolni, alufólia, nevetlenül szét, májunk, aki rálép, és aztán bajok lesznek belőle. Ezt a szettet lehet venni zacskóban is, akármit látjátok. Szed Bdikát Hamec, sarki boltban, Izraelben kapható, hogy mindenki a micvát megcsinálhassa. Tehát itt van egy kis pekisbe kapható. Szerintem be is a csomagolva kis 10 darab előre szerintem. Bdikát Hamec szett, tehát ez a piac megteremti a saját kuncsapsait és termékeit. Itt van, szerintem benne van a 10 darab morzsa is szerintem, hogy igazán, tehát ha már, akkor legyen benne a 10 morzsa, és várom tőlük, nincs, nem derül ki.
sajnos nem derül ki, de mindenképpen kis freppet bránnak. Jó, szóval ez így néz ki. Hát ez egy tórai parancs, amit látjátok. Áldás kell rá mondani. Álbjúrhamec a megsemmisítésre. Itt is van egy kis ősi kép róla. Látjátok, hogy keresik valamikor réges-régen, messzi-messzi galaxisban. Tehát te így csinálták, de rengeteg ilyen régi kép van róla, ilyen rézmetszetek, meg fametszetek, hogy hogyan kell, rengeteg filmecske van róla. Tehát itt van, látjátok, hogy asztalon, földön, mindenhol ki van dűlítve, tök jó kép, nem tudom, mikor készült, de jól néz ki. Szóval ki van takarítva, és ez egy fontos, hogy ez már előtte lévő, még a takarító is takarít. Mert a háziasszony is takarítanak, meg a szülők is, a gyerekek is aktívan részt kell venni mindenkinek ebben a dologban. Tehát ez a Bdikát Hamet, amit meg kell csinálni, előbb mondtam, kedden este, itt vagyunk kedden este, és itt vagyunk kedden este, de nyugodtan lehet enni utána, össze van keve, össze van gyűjtve, így azért rakosatom el, hogy az áldásra megyen felesleges áldásra, hogy mindenkiben találjak valamit, tehát a keresés nem találok, az túl jó, akkor nem kerestem, tehát nem találtam semmit sem, ezért van az, hogy elrejtek 10 darabot, de még nyugodtan lehet este enni pizzát, lehet enni mindent, tehát, mert itt még nem kell, csak keresés van, és másnap ugye itt van ez a este, tehát szerda este, amiben a Pészák. Látjátok azt, hogy egy bőjt is van, amit elsősorban egy bőjtje, igyekérésen be szokott lebőjtölni, mert elég bonyult a kiírás ennek, hogy az elsőszülött fiú, aki nem ízével született, nem császárral, hogyha hányadik terhesség, volt előtte abortusz, nem volt előtte abortusz, tehát igazából az az elsőszülött, aki fiúként, ő az anyami megnyitója, tehát fiúként születik elsőként, nem császárral, és anyukának nem volt előtte abortusza. Tehát ez a pár kitétel van. Elég kevesen bőjtölik ezt le, annál is inkább, mert kiszoktak váltani egy tanulással nagyon sokszor ezt a bőjtöt, de mindenképpen a bőjt azt tart, látjátok, reggeltől estig. Itt van oldalt, hogy ez a budapesti idő van, tehát a budapesti időt látjuk, ugye, itt lenne látni. 10:36-ig lehet enni kovászosat, és 11:40-ig el kell égetni, erről beszéltünk múlt héten, és az azt jelenti, hogy el kell égetni, attól kezdve nem lehet tulajdonunkban, tehát az eladás akkor jön létre, annak fogva már nem lehet semmi a tulajdonunkban. Tegnap volt egy beszélés a zsinagógában, a tányérokról, meg ezekről. Igen, a tányér az nem homec. Feltéve, hogy nem akar megenni. Tehát a tányért nem kell eladni, nem kell felrobbantani a tányért, ami nem pészaki. Egyszerűen zárjuk el, ne használjuk. Tehát nem kell beleőrülni ebbe a pakolásba. Ezt mondtam a tányér zsinogában, hogy az első 10 évemben is hordtam le föl és le mindent, a padlás, a pincébe, stb. Rájöttem 10 év után, hogy teljesen felsenes cippelni, hát úgyse nyúlok hozzá, és egyszerűen elzelem a szekrénybe, és annyit hozok, amennyi kell a pincéből. Ugyanígy a kitniotok is, tehát akinél otthon van, mit tudom, egy oliva, nem mondom, napraforgó olaj, tegyük föl, ami elő maradt véletlenül, vagy ott van a spájzban, nem kell ízni rögtön eret vágni, hogy te jó itt az apraforgóolaj, és az homec, a kitniót, ez fontos, ez kitniót nem hamec, nem kvászos, a kitniót az a tárgy, az az étel, amit az askenán zsidók nem esznek meg, mert egy szigorítás vettek magukra, miszerint nem fogyasztanak semmi olyat, ami opcionálisan, egy kitniót, opcionálisan
liszt készíthető, tehát ezt néztük ezt a valamit, a szádi zsidók ezt fogyasztják, azt sem, nem, tehát otthon van nekünk bármilyen ilyen dolog, nem kell megijedni, nem eszük meg. Tehát a kitniot sem hamecos. Tehát ugye itt van a leginkább a bab, borsó, lencse, ez a legklasszikusabb kukorica, ez a legklasszikusabb kitniot dolgok, ami ugye lesz kiszállítva, megdrálva, lisztként lehet fogyasztani, és ne összekeverjük a kukoricalisztet a búzalisztel, ezért a bizonyos kerítés a tóra köré, ilyet sem eszünk meg. Tehát semmiféle nem eszek askán zsidók. Szfádiak nyugodtan eszik a rizslisztet, meg minden, askán zsidók nem eszik meg, nagyon szép képek vannak, de aztán össze-vissza kibővül, mint látjátok, hogy ki van bővítve a földi magyarótól kezdve, mindennel, ami van. Ma már ugye tudjuk, hogy már tudjuk kezelni azt, hogy a rizslisztet, tehát lehetne sem gyártani kóser rizslisztet, de a tradition, az askán zsidók nem esznek semmiféle kitni a dolgokat, tehát ami ez, nem, ez egy kép nem annyira, mert itt egyenértékűken kezeli a gabonával, bár, de miért szemben, tehát ezek a dolgok a kitni a dolgok. Igen, ugye itt a konzervatív, a gyakorlatilag a konzervatív zsidók, ugye a neológia Amerikában, ezt kezdi ezt a hagyományt elengedni, a kitniot hagyományát, és eszik például, de ugye ez egy, itt látjátok, itt van mindenféle babok, meg kukorica, rizs, stb. Szója, mogyoró, szezámmag, mustármag, néha a fokhagyma is, tehát minden, ami, tehát ez egy vita, egy cikket is írtam, hogy a kitniót kialat meg ilyen fönntartani, tehát együnk-e pészákról babot, vagy együnk-e pészákról babot, de szinte a tradition, nem eszünk itt. Itt látjátok, itt nem egy régi szokásról van itt szó. Tehát egy középkori szokásról van szó, egy nagy vitát kavar. De most nem ez a téma, hanem az a téma, hogy hogyan kóstoljuk ki a konyhánkat pészákra, ami az eléggé komoly kérdéseket vet föl. A legelső az, hogy még egyszer mondom, szeretném kihangsúlyozni, hogy nem. Tehát az edényeink nem kovászosak, nem kell adni őket, bezárjuk, ott tök jó helyen van. De nem lehet ezt megcsinálni a kovászosat. Van itt egy acskó tésztám, azt nem elég bezárni. Kovászostól meg kell szabadulni. Ennek van három útja, módja. Az egyik az, hogy egyszerűen eladom, és ugye egy bizonyos szerződést írok a nem zsidóval, és egyet kiadom el. Ilyet nagyon fontos az, amikor kutatom, és elégettem a homecost, van egy mondat, vagy egy mondat itt, amit mielőtt le fog folytani, amelyik azt jelenti, hogy minden, ez az az első mondatban, ezt úgy kell elmondani, ember értse. Wagner úr, a imakönyvet vegye elő, és a új imakönyv legvégén van a még végén, az van valahol a Peszáknál a kovászos elégetése, ott lesz az utolsó lapok egyike. Mit mondtad éppen? Azaz, ott van a kolhamirá, a minden, minden, azt mondja magyarul, olvasa föl. Ezt kell mondani magyarul, te olvasa föl magyarul? Keresem a tovább a magyarul.
Minden kovászos romlandó. A halas lassabban és hangosabban. Minden kérdező és kovászféle, ami a tulajdonomban van, amit nem láttam, ezért nem tudtam eltakarítani, még amivel nincs is tudomásom, legyen semmis és gazdátlan a föld kovász. Ez a lényeg. Pontosan. Itt ebben a kis leírásban, ez eljön arámul van írva, kolám irává miá, de ikább is tudti, de lohami téjá, stb. Stb. De ez a mondat összesen. Arámul van, akkor azt beszélték, itt is van egyébként alá, hogy minden megvibbél a somtárgú, ma nem érti a arámot, jobbár, ha abban túl, belesen semmi, hogy olyan nyelven mondja, amint ért, belesen a kód, és akár héberül, ó, beláz, vagy bármilyen, a bláz az a báványimádók nyelve, magyarul, francia, akármilyen, hiből így van, kolham ez, se or, se jesbísú tív, se lorei tív, se lobiár tív, se lojeda tív, mert ebbe ilye, hef kér, kiáfra árec, mert a föld pora mindenki elviheti. Tehát ez a lemondás kétszer hangzik el, egyszer a keresés után, nem tártam meg, az legyen semmis, hát egyszer keddest elmondjuk, hogy végignéztem a lakást, nem tártam meg, másodszor meg elmondom, szerda reggel, amikor elégettem a cuccost, ugyan itt van még egyszer, nincs ideírva, de higgyétek, ott van. Igen, vagy szerintem Zollevatel, itt van. Itt van héberül is, csak a héberesek kedvéért. Még egyszer le kell mondani, hogy mert akkor ez a totális megsemmisítés lemondás. De hát ugye elvileg azt is mondhatnánk, hogy ha valaki nem takarít ki semmit se a lakásban, ott van minden, a kenyér, a vizé, hazamegy, basszus kulcs, mind a kenyér itt, nem az ennyi, én nem mondtam erről, vigyenek már innen tőle, tehát nem az ennyi, semmi közöm hozzá. Elvileg megcsináltam, nem az övé. Valaki beadott egy kenyeret a szobájába. Tehát körülbelül így van, tehát elvileg külön vagyunk bástyázva. Tehát lemondtunk róla, nem a miénk, hefkér, tehát bárki elviheti, stb. De azért értelemszerűen ki kell takarítani, mint mondtam volt. Nem elég bezárni, hanem le kell mondani róla, el kell adni. Tehát azt mondom, hogy az a legegyszerűbb, hogy ember bezárja egy szekrénybe őket, leragasztja és eladja, vagy odajándékozza. Nem is zsidó embernek, legjobb eladni, mert az a tuti zicher, mert akkor pénz is kap érte esetleg, de hogyha odaadja, akkor az is jó. Tehát ugye, aki él vegyes házasságban, ez a könnyebb dolga, hogy drága feleségem, itt van mind a tiéd mostantól fogva, kapsz egy 4 kiló tésztát, semmi közöm hozzá, és még 2 kenyeret is kapsz tőlem, de azért ez nem ilyen vicces, de mindenképpen meg kell teljesen szabadulni, nem elég elzárni, mint egy tányér, nem le kell mondani. A szerződés egyébként úgy néz ki, a pénzági szerződés leegyszerűsítve, hogy én eladom tegyük fel a Tóth úrnak, a Tóth János, ifjabb Tóth Jánosnak eladom, írok egy szerződést, itt és itt, ez és ez a tied, ennek az ára, mint hogy 740 000 forint, én adom a mikrómat, meg eladom a kenyérsütővel, mindent eladok, belakom, és ezért fizess nekem, légy szíves, 1%-ot, 2000 forintot, tök mindegy. Jó, és utána a többi 690 akárhány ezer forintot fizesd meg, ugye a 8. nap végéig, itt van ez, fizesd meg eddig a napnak a ugye 20-17-ig fizessed meg, amennyiben nem fizeted meg eddig a dátumig, akkor buktad a bizniszt. De előleget fizettél ki, ezért összes nap alatt a tied, minimum 8 nap alatt cucc, bejöhetsz érte bánk a lakásomba, elviheted, stb. Ha nem fizeted ki, akkor aki kapja marja, a visszaszáll rám a tulajdon, és a pénzt is elbukod. De ez ugye úgy szóval megcsinálni, hogy azért
és amikor megkötjük a Kovács úr, itt van 8000 forint a gyerekének külön, tehát ne veszítse a Kovács úr rajta, semmit sem, vagy Tóth úr, nem tudom, mi volt, mit mondtam pontosan. Tehát igenis, meg nem is. Ha pekünk van, akkor Tóth úr becsöl, és elviszi a mikrónkat, meg minden. Ha nincs szerencség, akkor akkor nem köszönt be. Értelemszerűen kamuszerződés, mert senki se fog eljönni és fizetni 600 forintot a cuccokért, de mégis azt mondja, hogy ezt a játékot el kell játszani minden, és komolyan meg kell csinálni, hol van, melyik fiókba, stb. Vannak egyébként egy gyengébb szerződések is, amik azt mondja, hogy csak úgy eladom, ez a címeket írni beírni, tehát emelik címe van, vannak cégei, lakásai, tehát például van aki kiadva lakása, ő tulajdona, és abban ott lakik valaki, aki nem tart pénztárkot, tehát nem is emberek, az is gond neki, hogy abban a lakásban, ő lakásában lévő kenyerek kiéi, de mondja, nem az enyém, lemondok róla, hiába az én lakásomban van, ő a bérlő éppen az a cucc, tehát lemondásnak meg kell lennie, és kommentben, hogy nincsen nekem több. Nincsen. Jó. Oké. Igen, lemondok, eladom. Szeretném mondani, hogy a pénztárkot, ezt miért szoktam mondani, és a divatos magyar szót, zéró tolerancia van, tehát ameddig a rendes kóserságnál mond 160 törvény, tehát ha egy öngyilkos muslica belezön a húslevesembe, elsőd a mélyére, akkor nem a húsleves kiöntenem, mert 160 felosztik benne, szétfő benne, stb. Amennyiben egy öngyilkos morzsa belepül a bajuszomról a levesbe, akkor kuka leves. Még egy morzsa a 100 literbe, az egy morzsa, az egy kolsehu, tehát 0,000%. Tehát ott figyelni kell, ez nagyon szigorú dolog, de ekkor hogyan kéne morzsa a bajuszunkra, mondhatnánk is akár. És nyugodtan rengeteg jó kaja van, tehát sokan bepánikolnak, de jó ég, mi fog történni, a pészákon mit fogok enni, le fogok fogyni. Ha rákeresünk, széderfúz, nem széderfúz, nem szoktam ütni. Hát átkeresünk jó kajákat, de ciki. Oké. Akkor nem tudom én, itt van, nem passzol, itt van, tessék. Levestől kezdve takáskönyek vannak, 100 passzover recepttel, tessék, itt vannak a jó kis akceptálom. Hát van mindenféle teljes jól kinéző, ezt bezárom. Jól kinéző kaják vannak, beértve akár a macerszízből készült, nem tudom mi, krumpli. De látjátok, van sütike. Igen, itt van, tehát tök jól néz ki. Ez jól néz ki azért. Brown, igen. Igen, best of domixer. Igen, ez, amit mondtam, hogy 10 perc alatt megcsinálják a brownit, ez teljesen jól néz ki. Sok minden, cukor kell hozzá, és egymás. Brownit az összetart, igen. Hát látja, olaj, tojás, cukor, vanília, sütőpalasz, kóser, só, kakaópor, krumpli, és ennyi, pont ennyi csókolom. Aztán ebben aztán tényleg minden, és 30-40 perc az kész van, tokkal, vonóval az egész. Tehát van rengeteg ilyen kajarecept van, pészákra nem kell bepánikolni tőle, hogy mi fog velem történni. Nyugodtan éljünk pészákkal, és a élány már bejelentette azt, hogy fog csinálni pészai kajákat, tehát készüljünk fel a legrosszabbakra, mert őnek neki áll sütni. Egyébként nekünk van ilyen receptünk pészai zsömlére például, de renget látjátok, tehát rákér az ember, gluten-free passover, az aztán tényleg, aki már nem bír magával, tálni, az a gluten-free, vegán passover, hát van itt minden, tessék, hogy akar valaki vegánul lenni, ehetsz susnyákat.
Még ez jobban néz ki egy picit. Igen. Jó, szóval van minden, nem kell megijedni, lehet mindent csinálni szinte, csak kérem azt a 5 darab gabonafélét, azt nem, illetve még egyszer mondtam, a askán zsidók nem használják a kitniótot, de mint láttatok, a potétó, a krumpli lisztből mindent le lehet gyártani szinte, vagy mandula lisztből, tehát vannak ilyen, tehát ilyen kis kapuk, tehát nem kis kapukat teljesen jutani. Egy krumplizból készült sütemény, tök kóser pészákra, és úgy néz ki, mint egy sima sütemény. Pészak food. Kérem, itt van. Potato. Hogy van, liszt angolul? Lo. Flow, valamit kijavítani, de itt van, tessék. Itt van, hát ez passover. Itt van, tessék, potátó kúgló, tessék, ez legegyszerűbb. Zseniális tucokat van a küzéből, krumpliból. Ott ért, kosher by glória. Ez nagyon jó, kosher by glória. Ez tetszik? Glória, 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 se tudom én. Kosher by glória, tessék. Ott, jól néz ki. Na. Most kis nap húzogatni rögtön, meg kiomzatom. Ez már mindenre készült, igen. Na, oké, szóval ez is megvan. Szóval van rengeteg tárve, not fresh vegetarian, ez minden benne van, látod, meg van teggelve. Szóval az a 8 napról van szó, drága hölgyeim, uraim, ki lehet bírni, meg lehet csinálni, nem a világ vége. Csak még egyszer mondom azt, hogy úgy kell fölkészülnünk, hogy a lakásunkban van két tilalom, ne legyen a birtokomba, tehát adjam el, égessem el, ajándékozzam el, megyen meg előtte, és ne is legyen látható. Tehát el kell zárni. Tehát az elzárás fontos. Tehát lehet ott nyugodtan tőlem tészt a lakásba, de zárjuk el, és adjuk el. Akkor már teljesen kósa. Tehát lezárom, leragasztom egy piros izével, don't touch it, ne nyújj hozzá, vagy rá szöges dolgot ott, vagy áramot vezetsz bele a nyitóval, tök mindegy, de ahhoz a szekrényhez ne nyújjál hozzá. Én volt barátom, aki beadta a komplet könyves szekrényét is, mert csomószor elvett könyv fölött, és akkor nem tudom, melyik kenyérben van morzsa, ezért mindent eladta a könyveit, és letakarta. Tehát ez a letakarás egy fontos dolog, hogy az ember lássa azt, hogy azt nem nyúlok hozzá. Ami fontos még, tehát vannak az ilyen extra durva helyek, a gyerek ágya, a nadrág hajtókája, a kocsimnak a tartója, ülés mellett, ami éppen eszem. Tehát ezeket jobban kell kitakarni egy picit, mert ugye sokkal sűrűbben eszünk dolgokat, ez ilyen veszélyes dolgok, veszélyes helyek liszt tekintetében. És még egyszer mondom, ugye ez a bizonyos szerda reggel, tehát amikor a szédereste van, az a délőtt folyamán elégetjük, lemondunk, addigra már a lakásnak olyan kell lennie, hogy tényleg nem lehet benne látszódni a semminek sem. Ami fontos, hogy mondtam, hogy szokás az, hogy Pészákkor már lehető legkevesebb dolgot vásároljuk meg. Miért mondom ezt? Azt mondta, hogy ugye Pészák előtt, mondom egy tojászű példát, jó? Van egy tojás, a tojás legklasszikusabb. Tojásra néha rá van tapadva gabona, etetik a tyúkot, vagy a kakas, vagy mit tudom, tojást teszünk, rá van tapadva, és nem veszem észre, mert veszem a 100 tojás pészákra, és nyitom ki, mit tudom én, vasárnap reggel, ott van a 2 darab búza, jó átázva csirkepisitől. Azokat a homecos, egy klasszikus homec,
fuha, ciki van, kidobom, stb. De arról lemondtam, nem tudja, én lemondtam az első nap már, hogy kérdezi, ami tulajdonban nem az enyém, hoppá, az nem az enyém, kidobom gyorsan, és elmegsemmisítem. Hát egy piac is van az én tulajdonomban. Ellenben, hogyha megveszem vasárnap reggel a tojást a piacon, adok érte 500 forintot, hazahozom, kinyitom, ó, basszus kulcs, itt van itt a búzaszem. Azt jelenti, hogy reggeltől délig a tulajdonomban volt komec, amit tilalom. De lemondom, rögtön kidobom, lemondom, kolhámira elégettem minden, összesítem. De azt jelenti, hogy fél napon keresztül, amíg megvettem, és ki nem észre vettem, Pészákkor készpénzért vettem komecot, bírtam a lakásomba. Ez effektív tulajdonom. Épp ezzel mondja azt, hogy amiben ilyen opcionálisan félünk attól, hogy lehet benne kommentelni, a tojás egyébként az ilyen, esetleg olyan gyümölcsök, amik ilyen be van csomagolgatva, de az teljesen minimális, az bűvén Pészák előtt, jó? És akkor nem veszünk ki készpénzért homecot Pészákkor, és nincs a lakásunkban. És akkor most így térünk rá a másik részére az órának, a pósolása a konyháknak és mindennek. Koshering, passover, kit, kitchen. Ez tök jó kereső szó. Koshering. Oké. Okay. Ezernyi cikk van róla. Hátunk, hogy a passover, videókkal, DVD-kkel, hülye gyerekeknek, guide, minden kosher kitchen, rengeteg van, rengeteg cucc van róla, darabonként, Wikipédiás szócikktől kezdve, minden benne van. Tényleg, szóval látjátok itt még minden, a minden is tudok egy kosarolni. Látjátok? Azért annyit, pár dolgot elmondok, alapelveket, jó? Alapelve az, mint látjátok, itt is, vagy itt is lehet látni, ez az a fontos, mindent úgy kosarolunk ki, ahogyan eltérfizzük. Tehát amennyiben egy mosogató van, amit forró vizet használok, akkor forró vizet kosolom ki. Itt is a bácsi is öntében forró vizet a mosogatóba, itt is. Tehát ami forró vize van, és speciál itt még durvában csinálják is kőégetést is, mindjárt. Amennyiben valami tűzzel van, akkor tűzzel kell. Tehát itt például a tűz helyét kiégeti, majd fogjuk látni. De több, mint ajánlott mindent letakarni előtte, ugye az alufóliás technika bevet, amiről valaki nagyon vicces videók is néha, amikor a komplet lakást alufóliázzák. Itt van, igen, szóval ilyen viccesen tolják, de ez tényleg ez így van. Előtte jól le kell mosni, onnantól fogva ki kell takarítani mindent, mint látjátok, tényleg, ámen be ámen. És gyakorlatilag ilyen űrállomásszerű módon szokták beolvasni, nem kell ennyire, ez egy direkt vicckedvéért csinálták meg. Pont most hallottam valakit egy tök jó technikát, erről itt mondta valaki, hogy egyszerűen azt csinálja, hogy arra a területre, ahol munkanapon dolgozik, itt például, vagy itt, nem tudom, hogy nézzük az állás nevű, nem tudom, mi lesz ez, videó? Nem videó. Oké. Ez a terület. Hát, jó kép van, nincs jó kép. És darabonként végigmegy rajta. Oké. Ez a semmi bejjebb. Hát azt a munkalap területet, végigmondom már előbb-utóbb, vett a boltba 3 négyzetméternyi mondjuk ezt a milyen parketta, ez a linó padlót kivágta, és állta egyszerűen. Kész, csak nem kell. És azt mondja, hogy pénzt leszedi, lerakja a pincébe, és ő minden veszi. Tehát egy plusz védelmet az egészre, linó padlóval kivágja és kész.
és itt végig a, meg leméri, hogy egyszer 3 méter, és megcsinálja, itt van ezekre a helyekre. Persze létezik ez a technika is, amivel a fiatal fiúk igen sok pénzt keresnek Pészak előtt, amikor kiállnak a utca közepére, és ilyen hordóban vizet forralnak, és berakja a forró vizet, mondtam volt, amit, külön Wikipedia, halakapédia, nem engedélyezem. Halakapédia, halakipédia. Tehát itt van tényleg, ugye az Pepitában megcsinálja, hogyan kell. Itt van, tök jó. Itt ugye poccokat megcsinálja, jó ég. Igen, hát itt probléma van, ez egy problémás történet itt. Ez például, tehát elvileg egy ilyen lábos, ugye, amit forró vízzel használok, de levesse benne, forró vízzel kell kikosolni. Mi van ezzel a dologgal például itt? Ide bemegy, a több részből álló dolgokkal mindig baj van. Éppen ezért, aki kósek olyat akar, ellenjavalt számára a műanyagkések, meg a fáskések, meg kikosorolni. A sima, egyszerű fémkések kellnek, az egyanyagú dolgok kellenek, mert ezt alul ki kell csavarozni itt alul, be van csavarozva, hát szétszerűen 4 darabra, van egyszer ez a része, meg ez a része, meg a csavar, és külön kell kikosorolni. Még egyébként jegyzem meg, aki szóltak, hogy ez alatt ott lakik a minden is, tehát van egészen nagy büdösek jönnek ki odalóra, ugye egész év alatt zsiradék belemegy, semmi sem mossa ki, tehát érdemes az évenként egyszer szétkapni az edényt. Itt a később ezek a fölkarlicsoló dolgok, mik vannak. Szóval, és ezt hívják, ugye a kiégetésnek, valaki nem hisz itt valaki, hány fokon, meg mindez, mind pontosan szépen leírja, Hagala, igen. Forró víz. Hagala, forró víz, amit így használunk, ugye, ne használjuk 24 órán keresztül, rakjuk be a forró vízbe, forraljuk a vizet, mártsuk be, mosuk utána hideg vízzel. Van a durvábbik, ez a libun, ami azt jelenti, hogy fehér, a laván, fehér héberül, azt mondja, hogy fehérig kell, itt vagy pirosig írja, de fehérig kell égetni szinte. Ami fehérig égne, a szikrázó, meg minden van, hát azért ezt ma már nem annyira tudjuk csinálni, ez a libunt, de vannak rá megoldások. Hát például gyakorlatilag a libunnak felel meg a sütőknek az a kiégetése, amelyik, ugye ez az öntisztító mód a csomó sütő, ez a 350 fokon. Szóval amikor, nem tudom, de még ilyen sütőnk van, full, tehát 100-200, és vagy utolsó pont 300, akkor mindent leégett róla. Ez a libun, amikor 300 fokon leégett róla minden, tehát kimosom, nem használom, majd fölégetem, hiszen a sütés, a sütő, az nem vízzel megy, az hővel megy. Ott égetni kell, tehát ami víz, az víz, ami tűz, az tűz. Ez a szokás, és ennél a legbájosabb, például a poharaknak kikóstolása. A poharakat, amiket se nem forró víz nem használom, se nem... mindent elfogadunk. Na. Nincs egy pohar magból. Mindenkor. Akkor elmondom szóban, hogy itt is, hogy látjátok, hogy itt van Birmingham, ez. Igen, van Budapest. Tehát ez csak tök fontos időpontok, ezek a utolsó evése, utolsó anulálása, a lemondás előtt, igen, leérés, tehát itt van szépen minden a... Oké.
Tehát a poharaknál az a könnyű dolgunk van, hogy ott se nem tűz, se nem forró víz nem segít, hanem egy dolog segít, miszerint ahogy a poharat használom, úgy kóstolom ki, azaz iható vízzel, ami azt jelenti, hogy 3x24 órát áztatom az üveget langyos vízbe, csapvízben, tehát fogok egy ilyen nagy lábast, vagy egy műanyagdobozt, terakom vízzel, mit víz, oké, hát van valami jó, fog is kép, hát ha lesz, fém, egy arab néni vásárol kósert, jó van, igen, hát sokat nem, igen. Kimossuk, igen, jó. Itt a mikrót is, már itt csak utána visszatérek a másikra, hogy a mikrót is kimosom, a mikrót, jól, majd beadok egy pohár vizet, és ezt elfőzöm benne. Tehát be 5 percre, de a pohár vízből a gőz ki nem éget így a mikrót belülről. A mikró óvatosan kell, a túl forrázom a vizet, akkor szétpattan a pohár magától. Mert olyan merjed, hiszen a mikro az úgy működik, hogy a tárgyakban lévő részecségek a helyzését fölgyorsítja, és ezen rezgésből lesz a hő. Tehát amennyiben a mikro belső tere tele van 150 fokos, 200 fokos gőzzel, pohár fölrobbantja egyszerűen. Tehát éppen ezért észre kell a mikrót kóserolni. 3-4 perc alatt egy pohár vizet simán elpárologtat a mikró belül, ezt kimosom, be a vizet, gőzben benne, elpárolog, vége van, kiveszem és kész, és a mikró kóser. Külön figyelni kell a gumira itt, ugye a gumit nem lehet kóserolni, mert a polcos dolgokat nem kóseroljuk, de nem tudom, mit csinálni, letöröm és lemosom. Tehát ugyanígy lesz a pohár is, mert ugye a tűz a tűzzel, ugye ilyen tűz égjen a tűz rajta, látjátok, ki kell égetni, oké, ez nem érdek annyinkra. Hát itt ugye igencsak nagy gondok vannak a különböző ilyen eszközökkel, műanyagtartom eszközökkel. Itt van, látjátok, ez a berakni a vizet, én pohába rakom, mert lehet rakni kis tányérba is, vagy nagy tányérba is. Mosogatógép, igen, mosogatógép az egy külön történet, hiszen mi úgy csináljuk meg otthon, hogy a benne, tehát csinálunk egy üres, kiveszünk a cuccokat belőle, mi fém belül az egész, ez egy a legmagasabb pokon, az azt hiszem 90 fok, csinálunk egy mosás benne, ugye ez kimossa magát az a szinten, amilyen szinten a gép mos, és a fémet ezt kikóseroljuk, de van benne, vettünk hozzá pót rácsokat, és van pészaki rácsunk hozzá. Hát kiveszünk mert az egy műanyag horgonyzott rács, műanyag nem lehet kóserolni, műanyag vagy fát követ nem lehet kóserolni, azt kiveszünk, és ebből a pészakit, tehát azt váltogatjuk ugye pészak és pészakit, külön van bezacskózva, és ebből egyszerűen a pészaki rácsot, aranyárban van, tehát a rácsot után rendelni drágább volt, mint a maga mosogatógép, de ez van, egyszerű befektetés 50 évre. Szóval a mosogatógéppel ez van, hátra lesz, itt van. Igen, elmosogatjuk, mikve az nem érdeke bennünket. Ugye forró, a fém az a fémedények forró vízbe, hiszen mindent forróval eszek, leves, stb. Az egynemű fémek, látjátok itt is forró víz, az itt is mutatja tök jó a képen, egyneműek, tehát nem csavarozottak, hanem forrasztottak. Ez nem érdekel bennünket most éppen.
poharat kihagyja, viccesen. Szóval poharat, mint mondtam, 24 órán keresztül kell vízben tárolni, és naponta vizet cserélgetni kell benne. Itt a bácsi által kis vízébe rakja be például a mikróba. És volt egy ilyen kép az előbb valahol, a téglát fogó bácsi, amelyik azt jelenti, hogy a forró víznek, itt van a vízmegítés szintén, ez a szét fog robbanni a tűzön, ez nem számít. Hát ez lúzer. Igen, itt van. Itt azért ugye a pohár maga, ez annyira speciális dolog a vallás, hiszen nem lehet fölforralni, nem lehet fölégetni, stb. Hogy ezért mondjam azt, hogy 24 órán keresztül van, igen. Például mit van, a szefárdizsidók másképpen csinálják. Például a szefárdizsidóknál nem is hósad. A szefárdizsidók is ilyen kancsádot, amelyiknél a teljes húsoshoz egyfajta ugyanaz a poharat használják. Mert a pohár annyira tiszta anyag, annyira is benne olyan hely, ahol be tud férkőzni az illat enzimek, mint egy megkarcolt fémbe, hogy egyszerűen elmossák vízbe, és tök jó. A pohár az 324 óra, igen. Van sok, rengeteg leírás van hozzá. Rengeteg leírás van hozzá, lehet keresgélni. Valakit ír nekem közben. A bögréknek, a bögre az nem pohár. A pohár az üvegből van, a bögre, a kerámia lapot, vagy kerámiából készült, vagy cseréből készült dolgokat nem lehet kóserolni. Mindenki porózus, még egyszer mondom, fa, kő, műanyag, kerámia, cserép, porcelán, stb., mert kis lugak vannak, nem lehet kóserolni. És ami még fontos talán, itt szóba került a munkalap. A munkalap, amit kóserolunk, és bezárom itt a lapkat közben, a konyha munkalapja, itt látjátok, hogy volt egy csomó kép erről. Ugye ez a leforrázás technika egyébként alapból jó lenne, ó, de jó, itt van, ezt meg fogjuk nézni, jó lenne leforrázni, ezzel a forró vízzel végigforrázza az egészet, lemossa, végigforrázza, teljesen jó, de a másik az is, hogy lefedi ezzel a alufóliával, vagy lefedi linoleummal, stb. Amiről nem beszéltünk még, ez a gyilkos történet, ó, itt jól látszik ez a képek, vagy ez a gyilkos történet, ez a lángszóró. Hát látjuk, itt azért komoly figurák mennek komoly lángszórókkal. Ami mondtam, valóban a fémeszközöket sütőgebb belül, hogyha nincs ez a kiégető mód, végessük ki mi. Tehát belángszórózzák egyszerűen, vagy pedig látjuk a cuccok az alját, ahol tűz éri, és a tűz égeti rá a opcionális gabonákat, azt tűzzel lehet leszedni. Tehát, de nagyon sok azt mondja, hogy egy felesleges tűzzel csinálni, forróvíz is megteszi, hiszen a forróvíz is olyan jó. De szeretném azt mondani, hogy akinek van külön pészáki étkészete, ezt mind megsporolja magának ezt a vizét, ezt a valamit, amit itt látunk. Hogyha vesz magának a Tesco pontosan 1200 forintra Pepco-ban egy pészaki lábast, abba sütés főz.
Tehát ez bőven elég pont erre a történetre. Tehát is nem kell tényleg a konyhát szétégetnünk mindennel. De gyilkos, ami fémből van, amit lehet égetni, azt égetni. Ez a klasszikusabb dolog, ez a forró vízbe berakom, és kiveszem. De mondom, tehát itt az, hogy ez a B-verzió, hogy mindent, ami fém, fogja a bácsi, és aztán biztos alapon mindent leéget. Egyébként az a érdekes, hogy én szoktam használni az ilyen kézi forralóval, utána megfog, és nem meleg. Ez egyszerűen olyan, annyi ideig kell égetni, és olyan furcsán éget a tűz, de rögtön kihűl. Szembe egy forró vízzel, amelyik még sokat tovább tartja bent a meleget. Igen. Szóval nem a világ vége a kóserás, amit figyeltem magamnak. Igen. Hogy milyen dolgokat lehet megvenni. Milyen dolgokat lehet megvenni? Ami Pészákkor, ami nagyon fontos, hogy mint mondtam, hogy zero tolerancia van. Tehát semmi olyan dolog, amiben opciálisan azon 5 gabona, amiről szó van, plusz vízkeveréke, olyan leszármazottja, tehát nem is látjuk például viszki. Tehát nincs benne, nem muszkál benne gabona, tehát ugye a viszki az gabonából készült például, vagy különböző alkoholok, vagy sör, vagy ezek, búza, meg ilyen van benne. Tehát érdemesen nem kell látni benne a kenyeret, akkor még kenyeres. De ugyanilyen, de valamit, amit szintén beszéltünk erről már többször, és írtam is a blogomban, hogy vannak olyan dolgok, amiket meg lehet venni Pészákkor is nyugodtan, minden gond nélkül egy boltban, ásványvíztől kezdve, gyümölcsig, tehát van egy csomó dolog, nem kell beletörni ebbe, tehát elfogy valakinek, mint ön, most pont megvett, vasárnap hétfő az nem is húsvét, tehát húsvét, tehát most jól be kell vásolni, hogy csütörtök Pészák, péntek Pészák, szombat, vasárnap, hétfő, húsvét, hát 5 napig esőn se jutni a boltba, kivéve szombat este, bőtől a kocsit, a Tesco bizony ilyen nappal, csak elfogy valamiért, tehát egy vizet, gyümölcsöt, stb. Amire figyelni, hogy amiben egy pici esély is van, hogy lehet benne kovászos, ne vegyük meg. Mondok egyszerű dolgokat, jó? Ami elvileg nem kovászos, de mégis. Tehát például, ami és többé, főszorban Facebookra, valahol a blogomra, hogy Izraelben Pesachi pecsét van, hogy tudnak, van gyerek ez a, amit a gyerekek is kanalaznak, ez a csoki krém, hogy hívják ez a Nutella. Nutella, akkor pecsét van Pészákra, kitniotos, de Pészáki jó. De attól, hogy Izraelben kóser Nutella, itt nem kóser. Hát meg összetevít a Nutellának. Tessék, itt megy, nézzük. Gyerünk vissza. Nutella, tessék, itt a példa. Nutella. Nézzük egy Nutellát. Magyarókrém, tessék, kifli.hu, még egyetek rám van itt. Nutella, itt van összetevők rajta. Akkor engedélyezem. Magyarókém és kategóriák, igen, összetevők, tessék, összetevőket, nézzük, elvileg, mi van, cukor, pálmaolaj, magyaró, tejpor, kakaópor, lecitin, szójalecitin, hát ugye itt van a szója, kitniot, egy lendülettel, magyaró, kitniot, de ettől függetlenül még, aki a kitniot nem annyira figyel, jó lenne a Nutella, mert semmi nincs benne, de még azt mondja, hogy az izraeli gyár, az le van csekkolva, Izraelbe gyártják, nem, nincs egy csomó, ez inkább azt a 8 napot kívül Nutella nélkül. Mert látszó, mit van tessék is? Vegán ételek. Tehát most az, hogy van vegán étel, az mi azt jelenti, itt van tegyük, most nézzük egy vegán ételt, mit tudom én, milyen jó kis vegán cucc.
ami eltő rögtön. Itt vagy, nem tudom mi ez. Superfood. Fehér eper. Szaffi reform szállított. Hát, nem tudom, mik ezek a cuccok. Na, ez itt esik, nem tudom, mi ez az optif. Nem tudom, mi ez. Nézzük, mi van benne. Összetevők. Guhargumi, 100% guhargumi. Na, egy tök jó kérdés. 100% guhargumi, amit most látom, itt van ráírva, hogy 100% növényi, mindenki támogatja. Guhargumi. De azt mondom, hogy basszus kulcs, 99% hogy jó pészakra. A élelmiszeripari törvények szerint ez a cucc nem keveredhet semmivel sem. De az, hogy gyógyászati anyag, mint látjátok, gyógyászati célra szán, 1000 szertifikáció van rajta, de nem. Szóval azt mondja, hogy van egy pici esély benne, akkor nem. Tehát igyekszem egyet elkerülni. Tessék? Bármit. Ételadalékok, illetve étel hozzávaló ételkomponensek azok mind, akkor ez mind tömegnövelő kicsit, a pecákra azok alkalmasak, hogy alkalmasak. Ezt mondom, hogy ez a 8 napot én kibírnám minden izé nélkül. Tehát pont ezt mondom, hogy tökéletes példákat, jó? Itt a liszt. Multi Tesco liszt. Semmi. Sima liszt, mi van benne? Búza. Liszt, semmi. Hát annál tisztább cucc nincs, ez egy zacskó lisztet, de nem tudom azt, például, hogy a lisztbe, amikor éppen raktározták, nem esett rá az eső, egy kis sarkára, alapizányított az erjedés benne, aztán visszaszáradt utána, nem tudom. Tehát épp azt mondom, nem most késő egy órát, tehát ezzel kezdtem, hogy zero tolerancia van. Tehát Pészakkor zero tolerancia van, tehát menjünk 100%-ra. Tehát épp ezt a 8 napot ki kell bírni, és még egyszer mondom, tehát hangsúlyozom, hogy Izraelben csomó cucc van, ami nekünk is van. A milkacsokitól kezd, volt a pecsét rajta, én láttam ezeket. Itt mennek Izraelbe, fejtsd a blogomra szerintem azt a képet, és ez a reklámhelye, Zoli Rabbi blog, igen, és a oké, Pészak. Igen. Hát ez itt van, tessék, egy Colgate fogkrém. Nem gyártak le Colgate fogkrémet Izraelnek, higgyétek el. A ráragasztó, 10 utában ráragasztva, ezt aztán tényleg Manchesteri rabbi pecsétje van rajta, Hatam Sofer pecsétje van rajta. De itt nem eszem meg. Tehát itt nem eszem meg Magyarországon, mert nem tudom, lehet, hogy pont ezek a rabbik elmentek egy gyárba, az egy gyárat megnézték valahol, és azt leokézták. Itt miatt, igen. Le is írtam itt mindent. Tessék. Mi a Coca-Cola is kóstolt Passoverre, mert régi időkben. De ma már nem kóser passoverre, mert raktam bele kukoricát. Kukoricak van. Igen. Igen. Igen, pont el is írt, hogy az amerikai íz, hogy még édesebb, és azért felcukrozták. Le is írt a történetét. Itt van, tessék, ez a tessék, a Nutella. Ott van. Bázsadó, ugyan is a törvendők. Itt van. Kóserlő Pészak, itt van nagybetűvel írva a Kóserlő Pészak, az olasz mély gyárba gyártják, itt van, de itt van az, hogy halavi, teljes, lokli kitniot, van benne kitniot, avakat halav nokli, és nem zsidó tejjel van, tehát külföldön gyártják, ugye a halavi szerről beszéltünk, hogy a igazán ortodox helyeken csak a zsidó tej van, amit a rabbi néz, hogy fejik meg, de egyre több helyen sima bolt, de is ugyan kóser, el is írják, ez aztán ebbe van kitniot, van, de nem is dótej van benne, de a ójú átnéz, amerikai ortodox pecs, plusz még az izrai rabiság, be is ugyan rabban útharási részre, izrai főrabiság, leokézta, és oké, kóserlő Pészak, ide van írva, tehát Nutella, de függetlenül én nem eszem meg Pészakot értelemszerűen, itt van, le is írtam. Igen.
Ta-da-da-da, én is írtam. De igen, szóval, és itt van Milka Csoki, kóserlő Pészákra, értelemszerűen nem mentek ki a rabik a Milka gyárba Németországba, hogy egészet kikóserolják, hanem végignézt, és azt mondják, ebbe a gyártósorban van, de szintén nem tudom, melyik gyártásból csinálták azt, mikor csinálták, lehet, hogy ettek ki, volt egy üzemzárás, meg azért azt sem, hogy főleg, mikor a nagy takarítás. Minden hónap 5-én. Jó, 5-én, január 5-én, oda megy az összes rabbi, izékkel, végignézik, hogy minden tiszta, legyárnak bizony 10 tonnát, lepecsítik, és hazamennek. Tehát az nem így random, hogy kiszednek a dobozból 10 tonányi csokit, hanem ez valószínű olyan pillanatban léptek be, hogy a gyár tiszta legyen előtt egy újraindításkor például. De itt van kóserlő Pészák, meg van csinag az valószínű szintén ugyanaz, hogy nem zsidó tej, meg stb. Agaviv, tavasz ünnepe, számják meg a tók, örömteli és édes. Oké. Tehát ez teljesen, tehát nem a világ, látjátok, hogy a Milka Csoki van Heckscher, a Nutellán van Heckscher, a Coca-Cola is van Heckscher Pészákra, vagy volt legalábbis, akkor nem akkora nagy probléma ez a történet, de még egyszer mondom, tehát azt javallom mindenkinek, hogy ebben a 8 napban itt van a Kitniótól, itt van egy cikket, ugye szintén, hogy a Kitniót az mi vagy, mi nem. Na, itt van. Oké. Okay. Ez egy vicces konyha, tessék, ez a vicces konyha. Tehát itt is mutatja azt, hogy ezeket lezárja, de jól van senki, pont ilyen, ne is tapogassa össze, és az adja össze, milyen kézzel, ugye itt ráesett minden, mosogatót eddig le van ragasztva, végig le van ragasztva, és pont az a magasság, ameddig ő dolgozik, és külön ugye, mi is hát így nézünk, odaharap az olajunk, a cukrunk, stb. Most csak a szekrényben, így néz ki nekünk is a konyha körülbelül, hogy ott elő van az a pár dolog, amit használunk Pészákkor. A melegítő, igen. Még mikronak a izét is le. Amit összefogdoshat, kovászos kézzel azt le. Csak az, hogy ezt nem szedte le ő innen a cuccokat, de hát... Mondja? Igen, szóval hát valami jó kép. Tessék, Nescafé. Ez is be van vizsgálva, Taste of Choice. Tehát én azt írtam ide pontosan, hogy ez egy döntés. Csak van egy kis plakátkampanyon 8 év ezelőtt. Igen, tehát én döntöm azt el, hogy mit akarok csinálni, én döntésem. Pészákkor aztán tényleg teljesen rajta múlik, hogy fölzsidóságomat, vagy nem. Tehát ez nekem fontos-e, így is megélem. Igen. Szóval, igen, receptek is vannak, én is fogom osztani majd. Itt egy kép, itt van egy szép szokás, hogy fehér ruhában vannak, Hitlit vesznek föl az emberek, ez egy ilyen, mert ugye olyan tisztulás szintén, mint egy ilyen újjászületés, ugye mondtam, a pészai esküvő is énekel, tehát a Hitli, a megbocsátás, a totális tisztaság. Itt jó kép az, hogy két család együtt tartja, két kidus pohár is van, látszik. Itt a fiú ugye kikérdez az apuka, hogy mi az egy, gondolom, Erhard Miodea, a feleség is figyel nagyon, és vannak könyvek, igen. Itt van a receptek, tessék, ami elkészült receptek, bundás macesztől kezdve, van minden, tehát van egy meg macesztzsemle, ez amit a anyósom csinál, ma macesz nélküli torta is. Tehát ez aztán tényleg a tojás, cukor és dió és ennyi. Aztán brutális. De tényleg natkó serpészek. Ez a brand, amit néztünk. Jó. Tehát
Igen, ezt akarom elmondani. Tehát visszatérve arra figyeljünk tényleg, amikor boltba vásárolunk, hogy csak olyat vegyünk meg, ami van pecsét, illetve amiben nincsen semmi adalék. Tehát most lehet, egy látszólag vesz egy sima, egyszerű halat olivában. Nem tudod, milyen fűszer, nem tudom, mi ecet van benne, nem tudom, mi van benne, mi van tartósítva. 8 napig ki lehet bírni. Még egyszer, hiába beszélünk, így kóstoljuk az üveget, a poharat, én azt gondolom, hogy a tisztelet kivételnek, vagy nem tudom, hogy mondjam, ma kevés ember van, aki nem engedheti meg magának azt, hogy vegyen magának pészákra 2 lapos tányért, 2 méh tányért, 2 villát, két poharat, és kész. Tehát elmosogatja a mosogatóban. Tehát ez pont, és akkor nem két hókusz-pókusz hozni, kiégetem, kiforralom, stb. Tehát ez ma megoldható, tehát olyan árak vannak a 8 napra, sőt, aki még tehát eszik ilyen műokból, pláne. Tehát igazából ez van, ezt akartam elmondani, van egy kérdés a pénzügyi konyhával kapcsolatban, vagy magával kapcsolatban? Kérdésem az, hogy a szódabikarbonát, mint emulgáló szerzete, az egyszerű szódabikarbonát keveréke, mondjuk így a főzési eljárásokban, és tudva vagyunk gyakorlatilag, a tömegnövelés, hogy ez is működ. Ja, a szódabikarbonát, tehát ezeket az a jó szerencsé, az internet sokat segít nekünk ez ügyben, mert az ecetnél például, ugye, az érdekes ecetnél, ecet héberül kamec, és mégse homec. Ugye, szóval a szóda bikarbonát, szóda bikarbonát, passover, bőjtöd, ilyen meghalsz egy picit, szóda bikarbonát, passover. Akkor itt van a sütőporok, stb. És akkor így meg tudod nézni azt, hogy vannak olyan tényleg, amik alapból kóserek minden. Tehát, tehát előbb nézzük meg ezt a guargumis cuccot. Most itt oké, hogyha tehát az 99% hogy kóser, igen, ez a baking szóval. És akkor megtudod, itt szódium, bikarbonát, és kóser. És akkor itt van, kóser certifikát, tessék, itt meg tudod nézni. És akkor, hogy milyen típus, és akkor van egy lista egyébként, hogy melyik fajták kóserek, ha valaki nem bírja ki szódabikarbonát nélkül egy hétig. Ez E500-as. Ugye? E500. És van egy ilyen történetünk nekünk. Kóser. Szóval mindenki találkozott ezzel, a kis történettel, hogy mik az összetevők, problematik és E500, az nem problematik például. Itt van, tessék, egy PDF-ben. Tudom. Hát elég jól lehet ezeket nézni. Van egy csomó lista egyébként, ami forog így közkézem. Oh my gosh. Na, ez egy jó lista. Nézed, itt például kosher for all year, Passover day, non-kosher, nincs kosher. Tehát vannak olyan cuccok, amiket ugye alapban meg is vesz. Tehát amit de a 2-es, E500-as, nézzük a E500-asra, oké, ne szórakozunk egymással, letiltjük nekem. Na jó, download. Nem. Visszorok rakva is most meg. Oké,
Örülök, hogy szivatják az egyszerű zsidókat. Na. Hát, oké. Hát, sikerül. Meddig megy a 100, 150? Ah, nem engedi. Mindig itt letiltja? Oké. Jó, szóval vannak ilyen, szóval sajnálják, ez a lista egyébként fönt van izéül is, tehát nem letiltott módon is, de hát ott például itt van riboflavin, az alapból kóser pészákra. Tessék. A kárminsav értelemszerűen, hármas, nem kóser, a kárminsav, az bogárból készül, vagy bogárból is készülhet, a bibortetűből van a kárminsav például. Az E120-as. Itt van, ez is színezők. Tehát például ez a plain caramel, ezek ammónia caramel, ezek például teljesen jó pészákra is. Tehát ilyet látsz, hogy ha valaki ez alapján megy, valószínű jó a pészákja. Hát aki nincs csak a összetevőket például, stb., ki lehet húzni, tehát teljesen, tehát most mondjam azt, hogy az is jó, de nem a leglattabb. Én, hogyha valaki már csak így megtartja, az is több, mint a semmi. Tehát azt mondja, hogy elkezdjed a listákat, elkezdjed nézegetni a összetevőket. Hát, ha ezt az előbb is... Anyám, nézzük még egyet, nézzük a lubók mit írnak, görög lubók mit írnak. Hát ők csak nem tudják, nem pénzre adják, remélem ezt. Oké, van, ha. Igen. Tessék, itt van baking powder, tehát sütőpor az, gratkóser. Tehát van egy csomó, figyelj, az, hogy van egy csomó OUD. Endis. Igen, ugye márkák vannak, ugye Alpen, Origin AB, ez AB, Kambi Fint szöveget, igen. Itt van az, hogy van egy csomó olyan dolog, ami nincs rajta a pecsét például, mindenki tudja azt, hogy ehető például. Chocolate, Bounty. A Bounty csoki, az mindenki tudja, hogy a londoni Bédin. Ez a kosher London Bédin. Twix, Bounty, nem Pesachi, a Nestlé, kakaó, Nestlé, francia, Walkers, egy is, a Walkers OU, azt mindenki tudja szintén. Megkésően ezt a ízét, ezt a fish, flour, szódabikarban kell nekünk. Popcorn, szóda, szója nincsen. Jó, tehát ezt végig kell keresni, most sajnál keresgél meg, hogy mik vannak itt. De ezek a listák tök, az a lista, amit előbb néztünk, az tök jó, az 1-2-3-as. Ezeken megvan a lista. Oké, ismét nem update-olni. Covering. Jó, most ha innen nézem végig, Ctrl-F, szóda. És egy szóda. De nem bízom belemászni. Mit? Ott volt már a második helyen, legelejénk szóda, de ez tök ugyanaz. Az aztán, mely, hol? A körülben. Körülben benne volt. Jó, oké, ebben? Ó, igen, Medin, tehát jó. Hát igen, akkor csak túl. Jó, itt van a válasz, de szódabikarbon, a baking soda az. Jó, tehát ez a görög Habad alapján, azért minden szódát, de ez nem Pészák,
ez simán egyszerűen, de van egy csomó olyan dolog, amik azt mondják, hogy ilyen eszközöknél, amikben olívaolaj például, te is írtam, ha olívaolajon van kóser pecsét, a bizonyítása más. Az jó pészákra is. Ami, hogy olíva az jó. Tehát van olyan eszköz, ami jó. Tehát ilyen egynemű anyag. És jó egész évre, és nem kenyér értelmeszem, olívaolaj, mit tudom én mi, citromlé, stb. Amelyik vagy HHC narancslé, és van a pecsét, és 100%-os, akkor az valószínűleg jó pészákra is például. Tehát ez egyébként így kell megnézni. Tehát ilyen van, tehát én nem azt mondom, hogy sütőpor, de sütőpasztor pészáki, az, és itt tényleg itt aztán lehet nézegetni mindent, tehát rengeteg van. Most én eljött szemez. Mi? Lapom? Ott van nagy lap. Várj, kerül hozzá, és hogy nehogy itt a hölgy át, egy nagy laphoz hozzon. Olyan nagyon nagy, azt szerintem. Nem, ilyen van. Föl is legyen, hogy több jelent. Nagyon jó. Egyébként letölthető szó, nekem van a telefonon több ilyen szoftver, a beütöm, vagy benézem a bárkódját, vagy a izékot, és ki, hogy kóse, nem kóse. Tehát ország alapján, hogy ez a vonalkódok melyik országban gyártják, hol, és akkor letölthető, hogy kóser. Igen. Tessék. Na, hát, ha itt. Oké. Okay. 500, tessék. Menjünk, hagyjunk mindannyian, tessék. Kóser olír, tessék, ott van. Ez elég jó nekünk, szerintem most éppen. De itt a 120 euró volt például. Látod a non-kóser. Itt van például, ez a 200 kóser, except, tehát nem, tehát például ez például csak, tehát pészekre nem. Ez a Carmin, az pedig nem. Vagy nem kóser, vagy pedig kell, mert van olyan kármin szín is, amit csinálnak répából például. Az is kármin, ma már létrehozzák a kármin szint répából is, vagy céklából is, arra kell, látsz egy pirosat, E120 kármin, most vagy bogárból van, vagy céklából. Ezért kell a rabinak megnézni, hát azt mondja, hogy non kóser, vagy nincs kóser szertifikátusom. Ugye ilyen híres a 161-es, ugye nem a 161-es, a 631, ez a nem is tudom, még ez a 461, volt, ami mindig előfordul, amikor a ez egy jó kis kereső, egy jó kis kereső, app.iskosher.com, tök jó, ez egy jó kis lap, lehet nézegetni. Oké, tavasszal néz például. Aki akar körmöt csináltatni, azt nem tudom, mi dobja föl nekem. Így bújj le az ember, miket nézeget előtte, igen. Szóval, és ezekben a lapokon egyébként, ami jó, hogy mindig update-olják, hogy milyen új anyagok vannak, meg minden. Tehát tök jó. Oké. Nekem is van egy kérdésem. Igen. És például az ilyen fűszerkeverékek, amire rá van írva, hogy tartalmazhat ezt, meg azt, azokat lehet használni. A tartalmazhat, vagy? Azt jelenti, mint, tehát ez amint ez egy bevett dolog Magyarországon, hogy tejet tartalmazhat, vagy mogyorót tartalmazhat. Ez azt jelenti, hogy nem tartalmaz, de olyan gépen készítik, amelyiken előtte azt csinálták, tehát hogy két rés közé beszorult egy mogyorószem, és ez írják rá, hogyha per volna, meghalna valaki mogyorallergiában, perelni a gyárat, hogy ő vett tejcsokit és mogyor volt benne, rá volt írva, bocsika, mert olvasod el, tehát általában az, hogy tejet tartalmazhat, az tejmentes,
de van rá valami esély, hogy legyen tej benne, éppen ezért azt sima napon, tehát sima december 12-én meg lehet enni, akár pár vénak is, hogy tejet tartalmazhat, de Pészák, hogy mondtam, amikor azt mondom, hogy morzsát tartalmazhat, ez most olyan félben a 160 törvényében. Tehát itt a tartalmazhat, az nem jó nekünk. 8 nap, tényleg. Jó, értem. Jó. Van-e más kérdés még ezen kívül? Ne kérdezz rizsát, mert kitni ott nem eszünk rizsát. Vagy jó, kirecsoltam, a rizs, kitniót, kukorica, kitniót, Pészákra jó, de askenázi zsidók nem eszik meg a kitniótok package-re tartozik. Aki kicsit később kapcsolódik be, fönt lesz az egész a blogon, a YouTube-os csatornámon majd.